Na sziasztok srácok! Üdvözlök mindenkit egy újabb Brawl Stars-os videóban, és eljött ennek a napja is. Bizony eljött ez a nap is, amikor el fogom költeni az összes gememet. Jézusom, de rossz kimondani, mert olyan szépen néz ki ez a 973, olyan kerek szám, annyira kerek, és... De kell, muszáj költeni, ugyanis nincs úgy értelme a gemnek, ha nem költöd el, és szeretném a legeffektívebben elkölteni, és hogy láttátok az előző videóban is, ugye erről beszéltem, hogy mire érdemes a legjobban költeni, hogyha kezdő vagy, hogyha esetleg már régebb óta is játszod a játékot, mi az, ami a legjobban megéri, úgyhogy most így fogunk tenni, el fogom költeni az összes gememet. Na most nem tudom, hogy jó döntés lesz ez hosszú távon, De bízok az én teóriámban, és a számolásokban, a matekban, mindenben. Remélem, hogy jó voltam matekból igazából. Nem voltam rossz, maradjunk annyiban. Úgyhogy... Event ticket és token doubler. Ez lesz, amire el fogom költeni. Ha esetleg valaki furcsálná, hogy miért erre költöm, nézze meg az előző videót, mert abban elmagyaráztam, hogy miért ez éri meg a legjobban. Úgyhogy ha egy kicsit így meglepődnétek, akkor nézzétek meg azt a videót is, ha esetleg nem értenétek, hogy miért teszem most ezt. Azt mondom, hogy kezdjük el token doublert vásárolni, abból vegyünk egy párat, ugyanis az, ami a legjobban megéri a shopban, ugye erről már volt szó, és a maradékot azt pedig meglátjuk, hogy körülbelül hol állunk meg, mennyi token doubler kellene, és hogy mennyi ticketet is vegyünk hozzá. Ha Roborumble-be megyünk, akkor ott ugye többet is tudunk szerezni, majd erről is lesz egyébként videóm, ami, ahogy bejön ugye a Roborumble ismét, és akkor abban megnézzük, hogy hogyan tudunk a legtöbbet farmolni. Viszont akkor azt mondom, hogy token doublerből egy kicsivel több kellene, tehát inkább abból legyen több, mint az event ticketekből, viszont akkor ticketeket is fogunk hozzá csapni, mert a doublereket azokat többféleképpen is tudjuk ugye használni, hogy fejlődik a karakter, hogyha a napikat lejátszuk. Szóval ha igazából az összeset elköltenénk a token doublerre, az is oké lenne. Már most 11 000 tokent azt már duplázni fog, tehát annyit tud még így pluszba hozzáadni, hogyha ennyit szerzünk ugye a játék során. Most a 11 000 tokent ahhoz, ahhoz rengeteg event ticket kellene. Így se tudnánk elhasználni az összes tokenünket, viszont ez nem is baj, mert ahogy mondtam is, többféleképpen is el tudjuk ugye használni magát a tokeneket, ami a token doublerből jön. Úgy lehet, hogy jobban kijövök, annyi, hogy ugye egy kicsit kevesebb event ticketem lesz, tehát egy kicsit jobban rá kell majd mennem arra, hogy farmoljam ugye. Na szerintem ez lesz. Hoppá, hogy itt csak egyszer tudjuk megvenni, ne, én ezt nem tudtam, hogy csak egyet tudunk ebből venni. Oh my god, én azt hittem, hogy ebből akármennyit lehet venni, de ez csak egyszeri ajánlat. Ne, akkor hányszor bejön, akkor tudunk venni. Hát akkor viszont egyértelmű, hogy token doubler lesz, amire költjük. Hát ezt benéztem, erre még csak most jöttem rá. Én azt hittem, hogy ez itt, amikor itt van a shopban, akkor annyit vesz ebből, amit csak szeretnél. Viszont a token doublerből ugye szerencsére akármennyit lehet venni. Úgyhogy akkor én nem kérdés, hogy mire fogjuk elkölteni a maradék gemeket. Jézusom, 16 000 token tudunk duplázni. Viszont így kár, hogy ott marad még 43. Hát azt lehet, hogy el fogjuk költeni akkor egy 20-asra, 6-osra. Annyira mondjuk az nem éri meg. Big Box az úgy sem éri meg. Hát mindegy, megvesszük akkor ezeket a ticketeket, ami még maradt. És... 3 gem! Ne! Olyan rossz ezt látni, hogy már csak ennyi van. Leégtem teljesen. Viszont ezt jól látni, hogy 17 480 token. Az brutál sok. Nézzük csak, hogy ezt megduplázza-e. Hát ezt nem fogja ugye magát, amikor bejönnek ezek az új eventek. Viszont, hogyha meccset játszanánk, akkor ugye azt duplázná azonnal. És tudjuk ugyanúgy szerezni egyébként. Most a Big Game jött be. Arra nem fogom szerintem elhasználni ticketeket, mert jobb módja is van, ahogy mondtam, a Roborumble az, ami a legjobban megéri, ott lehet a legtöbbet összehozni, főleg, hogyha használjátok majd azt a taktikát, amit bemutatok. Ott fogjuk elhasználni ticketeket, addig gyűjtöm, és közben pedig farmoljuk ugye a sima meccsekkel, meg azzal, hogy fejlesztjük a karaktereinket. Úgyhogy ennyi lenne ez a videó, srácok, elköltöttem az összes gememet. Tudom, hogy most nagyon sokan furcsáljátok ezt az egészet, és hogy ezekre költöttem, meg miért ezekre. Nagyon egyszerű ugye a magyarázat, én szeretnék minél
több Brawl Boxot, mivel még van egy-két hős, amit megszerezhetnék, és jönni fog alapból egy új hős is, és remélhetőleg addig ugye tudom gyűjteni majd a chesteket, és ahogy kijön az új karakter, a Jean, akkor ahogy elkezdjük majd nyitni a Brawl Boxokat, remélhetőleg őt is meg tudjuk majd szerezni. Ugye még van 6 hős, amit megszerezhetek, akkor ha Jean bejön, akkor 7 lesz, és mindenféleképpen arra szeretnék rámenni, hogy minél hamarabb meglegyenek a brawlereim, nem annyira izgat most még a skin sem, semmi más, nem akarok ugye mega boxokat nyitogatni, hanem csak a kicsi Brawl Box. Hát remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, bár igazából csak elköltöttem a gemjeimet, viszont ha tudtam valami hasznos infót szolgálni felétek, és esetleg mondjuk nem tudtatok erről, hogy az event ticketeket, azokat nem lehet akárhányszor venni itt a shopban, hanem csak egyszer, akkor most már tudjátok ezt is, illetve azt, hogy ugye a token doublerből, ahol rengeteget lehet venni, annyit, amennyit szeretnétek, és az a legjobb dolog még mindig, arra költsétek el a gemjeiteket, hogyha szeretnétek előrébb jutni minél hamarabb a játékban, és hogyha van gemetek, akkor az mindig megéri. Az a token doubler mindig megéri. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ha esetleg tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, illetve ha nem szeretnétek lemaradni a többi Brawl Stars-os videóról sem, akkor iratkozzatok fel a csatornára, ha még esetleg nem tettétek volna, a következő élőadásban vagy videóban találkozunk. Na, sziasztok! Ja, lájkolj és iratkozz fel. Az már megvan, és most mi legyen? Ha néznél még valamit, csekkold a két videót én. Ne felejtsd el. Mégis mit? Hogy Facebook és Instagram is van. Ó, tényleg? Aha. Na szuszi.